Az Ubecsei Bukurov család 7 évvel ezelőtt kezdett bele a földjeper termesztésbe, eleinte elsősorban azért, hogy saját szükségleteiket kielégítsék. Egy idő után úgy döntöttek, hogy terméküket piacra dobják, kiszélesítik a termelést, és másfél hektár földterületen közel 50 ezer palántát ültetnek el. A fóliasátras termesztés mellett döntöttek, hogy az eper a lehető legtöbb napot felszívja, és ezáltal a lehető legédesebb és legfinomabb legyen, magyarázta beszélgető partnerünk Bojana Babin Bukurov, aki büszkén tette hozzá, hogy az általuk termesztett eper a legjobb földben terem, amely a tanyájukat körülveszi. Ezen a területen fogyasztásra és ipari feldolgozásra szolgáló fajtákat termesztenek. Alba Claris Jolly Record és Zenga Zengaja, azaz ipari földi eper, amelyből a legtöbb van. Az Alba Claris Jolly és Record eper fajták fogyasztásra valók, azzal, hogy a Record későbbi fajta, amely majd egy másfél hét múlva kezd el teremni. Ennek a fajtának van a legnagyobb gyümölcse. Az Alba az első korai termésű földi eper, viszont a kedvezőtlen időjárás, a sok eső miatt ez a fajta is később indult meg teremni. Most nem régiben. Az ipari epret, a Zenga Zengaját Oroszországba exportáljuk, de hazai feldolgozásra is, édességnek, lekvárnak, torták, fagylaltok készítésére. A fogyasztásra szolgáló eprek nagyobbak. Persze, ezeket a fajtákat is fel lehet dolgozni, és ezeket otthonról áruljuk. A földi eper vízigényes, ezért minden nap öntözni kell. Beszélgető partnerünk elmondása szerint ezt ők csepegtető öntözőrendszer segítségével oldják meg. Az agrotechnikai intézkedések alkalmazásakor az epret virágzás előtt permetezik, hogy ne legyen hatással a gyümölcsre, mondta Bojana, hozzátéve, hogy ezt követően már nem kezelik semmivel. Sokan most biztosan azt fogják mondani, hogy hogyan tudunk megszabadulni a bogaraktól, ha semmivel sem kezeljük az epret. Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy kis poharakba kevés vizet öntünk, amiben negró cukrot teszünk. A bogarak erre fognak menni, úgyhogy nincs problémánk velük, és nem kell permetezni őket. Ha jó az év, naponta sikerül tonnányi epret leszedniük. Az idei év azonban napsütés hiányosan és nagyobb mennyiségű csapadékkal kezdődött. Emiatt az idei termés némileg gyengébb lesz, magyarázta Bojana. Az egész család részt vesz ebben a vállalkozásban. A munka nagy részét mi végezzük. Itt van anyukám, apukám, a testvérem, a nagybátyám, a nagyapám és én. Persze minden évben szükség van szedőkre is, mert egyszerűen nem győznénk a sok munkát. Jelenleg mintegy 10 eperszedő dolgozik, de volt olyan időszak is, amikor 30-an is voltak. Ezt a munkát szeretni kell, és fel kell készülni arra, hogy sok lemondással jár, szögezte le beszélgető partnerünk. Bárki, aki szeretne epertermesztéssel foglalkozni, fel kell arra készülnie, hogy igazán sok és állandó munka van vele. Ezen kívül tudást is igényel. Egy hónap múlva kellene kezdeni az újabb palánták ültetését. Ezt lehet most, vagy augusztusban is ültetni. Az időtől függően szeptemberben, októberben és novemberben már fel kell őket készíteni az új idényre. Azután márciusban kezdődik a kapálás, és minden újra előről. A termelés bővítése csak 4 év múlva lesz lehetséges, mert 4 hektár szántóföldre herét ültettek, amely felkészíti a földet az új palánták részére.